Ajándék, múltunk jelenünk címmel a Meze István Művészeti Központban nyílt két kiállítással vette kezdetét idén a Color Fesztivál program sorozata. A kazincbarcikai Goblein öltögetők köre Kazincbarcika várossá nyilvánításának 70. évfordulójára állított össze tárlatot. A kiállítást Karikás Lajosné, a Kazincbarcika város kommunális és kulturális fejlődéséért alapítvány elnöke nyitotta meg. Kazincbarcika az idén ünnepli várossá nyilvánításának 70. évfordulóját. Nem rendelkezünk ugyan nagy történelmi múlttal, de mi, Kazincbarcikán élők, büszkék vagyunk arra az élénk civil, egyesületi, művészeti életre, amely az itt élők mindennapjait áthatja. A kör tagjaira is elmondható, hogy a 70 éves várossal együtt lélegezve, élve, élték le életüket. Itt voltak fiatalok, itt nevelték fel gyermekeiket, a városban dolgoztak, minden öröm és adott esetben bánat is ehhez a városhoz köti őket. A kazincbarcikai Goblein öltögetők köre 2010-ben alakult, akkor még 12 fővel. A jelenlegi kiállításon látható Goblein képeiken Kazincbarcika múltja és jelennek köszön vissza. A gólyázó fiúk, Kazincbarcika város címere, az épülő város 1962-ben, a Völgyparkban található borjút terelő fiú, Egressy Béni út és a legrégebbi fodrászata, a vasút 1962-ben, iskoláink, óvodáink, templomaink, Mezei István grafikája, és a jelenünk, az unikornis, az oroszlán, a zenélő szökőkút, falfestmények. És ez adta számukra az újabb gondolatot. Hogyan ünnepelhetnék meg méltóan a 70 éves Kazincbarcikát? Így együtt, kilencen itt állva és felajánlva városnak alkotásaikat. A kazincbarcikai Goblein öltögetők köre egy hatalmas felajánlást is tett Color City számára a város 70. születésnapja alkalmából. Azért vagyunk itt, hogy ünnepélyesen átadjuk Kazincbarcikáról készített képeinket a városnak. Ezeket a képeket 10 év alatt készítette el az itt jelenlevő 9 hölgy. Eddig az ország 64 kisebb-nagyobb településének kiállító termeiben csodálhatták meg a folyamatosan készülő alkotásainkat. A városunk születésnapja motivált alkotásainkban, felajánlásunkban egyaránt. Úgy gondoljuk, boldogság adni, amely nem függ a holnaptól, a tegnaptól, és nem függ anyagi javaktól. Csakis magunktól függ. Mindenre magunkban találtuk meg a késztetést adni, mert adni öröm. Így történt, hogy munkáinkkal most már városunkat is tudjuk gazdagítani. Ugyan Piroska mondta, nagy öröm kapni, nagy öröm adni, és nagyon örülünk annak, hogy ezek a képek, amelyek ott, hogyha néznek a kiállításra érkezők, láthatják, hogy valóban felérnek egy-egy fotóval, és nem csak messziről, hanem még közelről is. Talán egy kicsit pixeles, nem annyira nagy felbontású fotó, de bizony-bizony ezek tűvel vannak festve. Szívből gratulálunk mindenkinek, és nagyon jó munkát kívánunk a jövőben is. Ez egy nagy megtiszteltetés,
egy nagy várakozás előzte meg, hogy most mi itt lehetünk, ugyanis ezek a képek 10 évvel ezelőtt folyamatosan, vagy 10 év alatt inkább így mondanám, folyamatosan fejlődtek, és vittük az ország különböző helyein. 64 helyen fordultunk meg, és vittük az Imbacika hírét ezekben a kiállító termekben, és most nagyon boldogok vagyunk, hogy haza hozhattuk a képeinket, és a városlakó is láthatja. Azok a goblenek kerülnek most bemutatásra, amelyek Kazincbarcikáról készültek, hiszen Kazincbarcika 70. születésnapját szerettünk volna valami különlegeset alkotni, és így gyarapítottuk ezeket a Barcikáról készített képeinket, és emellett most viszont a legutolsó kiállítási tárlatunk anyagát is ide tettük. A kazincbarcikai goblen öltögetők köre összesen 30 olyan munkát ajánlott fel a városnak, amelyek településünk értékeit mutatják be. Hogyha eljönnek ide a emberek is végigmennek itt ezen a kiállításon, akkor olyan, mintha egy időutazáson vennének részt. Ugyanis itt a város születésétől, vagyis a város alapköveinek a letételetől kezdve a mai napig új épületek, ezek mind megtalálhatók, és a képek alatt nem csak az van, hogy mit ábrázol, hanem az évszám, hogy mikor került átadásra. Ezért mondom azt, hogy ez tulajdonképpen egy időutazás Kazincbarcikán. Mindenhol elhangzott, hogy mi vagyunk a lokálpatrióták. És hogy milyen jó Kazincbarcikának, hogy ilyen csapata van, aki a városról nem csak elkészíti az alkotást, ami különleges és egyedi, hanem viszi az országba és terjesszük. És ebből nőtte ki magát tulajdonképpen a Várak és a Kastélyok című anyagunk, a Magyar Várak, Magyar Kastélyok, amelyek megint tulajdonképpen jó ötlet volt, mert akkoriban kezdődött az országban a kastélyoknak, váraknak a felújítása. És mi megint jókor voltunk jó helyen, amikor elkezdtük ezeket a goblen képeket készíteni. A tárlat szeptember 2-ig tekinthető meg a Meze István Művészeti Központban. Tizennyolc kazincbarcikai vagy kazincbarcikához köthető alkotó munkájának kiállítás megnyitójával folytatódott a Color Fesztivál első napjának program sorozata. A helyszín szintén a Meze István Művészeti Központ volt. A tárlatot Pétervári György műgyűjtő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke nyitotta meg. Köszönet a városvezetésnek, hogy szabad utat biztosítottak ennek a kezdeményezésnek. A kiállítás kultúrtörténeti esemény, mert a városban még nem volt olyan tárlat, ahol a kazincbarcikai vagy ide kötődő képző és iparművészek teljes körét prezentáló művészek bemutathatták volna tudásukat, alkotásaikat. Ünnepel a város 70 éves lett. A Color Fesztivál nyitó rendezvénye ez a kiállítás, mert a programok közül egyik legmagasabb szintű kulturális esemény. A Meze István Művészeti Központ kazincbarcika ikonikus épülete a kultúra fellegvára. Itt nyílik most meg a galéria, a 70 című kiállítás. A tárlatról és annak alkotóiról, művészeiről osztom meg gondolataimat önökkel. Minden kiállító külön utakon jár. Míg egyesek a nyüzsgő városban a flaszteren, mások a vidék magányában, az erdők ölelésében érzik komfortosan magukat. Vannak világjárók, akik mindig más helyen keresik és találják meg az inspirációt. A lakhelyhöz kötődő művészet, a kultúra kiteljesedését, a művészeti kiteljesedés a szülőföld határozza meg. Vannak kísérletezők, örökmozgók, és van olyan is, aki a megszokott és jól bevált művészi stílushoz alkalmazkodik és azt preferálja. Mindenki másképp csinálja, a végeredmény mindig ugyanaz, a műalkotás. A kiállítás megnyitójának emlékére Szitka Péter polgármester és Klimon István alpolgármester adott át az alkotók részére ajándékokat.
Érdekes, hogy 30 éve élek a város közelében, és 25 éve ugyanabban az iskolában dolgozok, és mivel nekem az iskolám művészeti iskola a Deák, a második otthonom, így a város is a második otthonom gyakorlatilag, úgyhogy szeretek itt dolgozni, szeretek itt élni, és nagyon szeretem ezt a közösséget. Jó barátaim vannak a kiállító művészek között is. A mai kiállításra egy rendkívül érdekes megoldást alkalmaztam. Nagyon sok gondolat jelenik meg a hétköznapok során a fejemben, és ezeket kombinálom képekkel. Gyakorlatilag egy kicsit ilyen street artos módon fogalmazom meg a mindennapi életnek az eseményeit, hatásait, érzéseit. A hétköznapi történésekre reagálok, mindenre, ami körülöttünk zajlik, akár a családomban. Most elsősorban családi képekkel dolgoztam, de egyébként bárhonnan merítek, az egyszerű utcai sétából is keresek gondolatokat, amiket meg tudok fogalmazni. A tárlat összesen 18 művészt hozott össze. Van, aki képzőművészeti alkotásokkal, még mások festményekkel, iparművészeti munkákkal, kerámiákkal, grafikákkal, szobrokkal és fotókkal érkezett a kiállításra. Kerekes István fotóművész a rá jellemző szocióportrékkal szeretné megmutatni magát a közönségnek. Én örömmel fogadtam ezt a felkérést, büszke vagyok rá, hogy a város számol velem is, mint helyi alkotóval, csak pozitív élményem van ezzel kapcsolatban. Már most ez a második ilyen közös. Igazából nagyon nehéz három képpel bemutatkozni. Szerintem itt a barcikaiak egy része azért ismer engem. Nincs különösképpen semmilyen üzenete a képeimnek, vagyis igazából nem akarok üzenetet küldeni. Én azt szeretném, hogyha az emberek, amikor ránéznek a képekre, akkor valamilyen érzéseket váltson ki belőle. Hát én bízom benne, hogy mindenkiben megfogalmazódik valami a képeim alapján. Meg aztán remélem, hogy ha ez a három kép valamit elindít, akkor utána járnak, hogy még hol találnak képeket tőlem, és akkor úgy egy nagyobb képet tudnak alkotni. A Galéria 70 című kiállítás a Meze István Művészeti Központban szintén szeptember 2-áig tekinthető meg díjmentesen az érdeklődők számára.